Tisztelt polgármester úr, itt a május 1-e és az Erzsébetliget. Mi minden folyik itt most? Hát rengeteg műsor lesz ma a majális az Erzsébetligetben. Délelőtt ugye inkább gyerekprogramok vannak, a déli időszakban a kertvárosi tehetséges fiatalok lépnek fel különböző dolgokba, táncakadémiába, a Csemlendbe és egy csomó mindenbe. Délután meg kerületi zenekar zenél és a este meg Neoton Família lesz, előtte a kettő között meg Pór Péter lép fel, úgyhogy rengeteg minden van most a Erzsébet ligetben, és hál' Istennek jó idő van, úgyhogy érdemes volt ide kijönni annak a rengeteg embernek, aki ide kijött és megnézi ismételten a majálist itt nálunk. Van egy csomó jó kézműves, lehet enni, inni, szórakozni, szóval egy szobit 101 majális hangulat van itt az Erzsébet ligetben. És így most egy napra besűrítve minden, mivel egy napos ünnepünk van. De mi minden történt a héten? A héten a tegnapi nap volt a Magyar Sportnapja, és ezzel, ahogy szoktunk, megemlékeztünk róla az Erzsébetligeti úszoda előtt. A fiatalok tettek egy biciklis körtúrát a kerületbe, elmentek a sportemlékműhöz, a Rákosz Mihályra, aztán a Hajós Alfréd emléktáblához, Sassalomra, és utána jöttek ide Erzsébetligetbe, ahol felavattunk egy újabb olimpiai táblát. Most az ifjúsági olimpikanjainkat írtuk ki a táblára, akik 16. kerületiek itt laknak, vagy itt sportolnak, és kijutottak az ifjúsági olimpiára, illetve hát természetesen aktualizáltuk a táblákat, mert hát nem olyan régen volt olimpia, és még ezeket a 18-as aktualizálásokat még nem végeztük el rajta, most ezt elvégeztük, illetve elneveztük az Erzsébetligeti úszodát a nem olyan régen elhunyt Rájtoni Gáborról, aki a kertvárosi úszodák első igazgatója volt, és amellett rendkívül jó sportember, és egy csomó sportágban nagyot alkotott, edző is volt, meg sportoló is, úgyhogy mostantól Erzsébetligeti Rátonyi Gábor úszodának hívják a Erzsébetligeti úszodát. Aztán, hogyha más sportnál tartunk, ugye volt ugyanezen a napon, egy nappal előtte volt sportpálya avató a Centerelmi lakótelepen levő általános iskolában, volt családi nap, és a családi nap keretében felavattuk azt a kézilabda pályát, amit a Kézilabda Szövetség épített a iskola udvarára, úgyhogy most már van egy műfős pálya, egy modern műanyagborítású kézilabda pálya, és szépen fel van újítva az udvar a tankerületnek köszönhetően, úgyhogy már tényleg nagyon jól néz ki a Centerelmi általános iskola is. Mondhatom így, mert az elég sok iskolánk már jól néz ki. És ugye ebben az elmúlt egyhetes időszakban volt a földnapja is, amit az önkormányzat többféle módon is megünnepelt, egyrészt egy fotókiállítással, másrészt meg a földnapja alkalmával az általános iskolás korosztálynak egy, hát mondjuk járőrversenynek szerveztünk, igazából nem vetélkedés volt, és nem díjakért ment a küzdelem, hanem a tudásért, hogy hogy tudjuk megóvni, leginkább a fiatalok hogy tudják megóvni a Földet a elkövetkező generációra. Ezt a kultúrája, a Környezetvédelmi Bizottság szervezte, és a szokásos helyen a Hermina Sportparkban volt, és nagyon jól sikerült, rengeteg fiatal volt, és egy csomó mindent megtudhattak arról, hogy hogyan lehet a környezetünket óvni. Aztán volt a Liget Táncakadémiának egy jótékonysági gálája, ugye idén is szeretnének eljutni külföldre, nem is a szomszédországban, hanem Amerikába, illetve viseleteket szeretnének felújítani, illetve újabbakat vásárolni a tánchoz, és ehhez egy jótékonysági gála műsort rendeztek itt az Erzsébetligeti Színházban, teltház volt, és ahogy az már szokás, ilyenkor amennyi pénzt összegyűjtenek ezen a gálán, azt a polgármesteri keretből én meg szoktam duplázni, úgyhogy így megint összejött annyi pénz, hogy ebbe az évben akkor a Liget Táncakadémiának nem lesz olyan problémája, hogy ne tudna anyagiak miatt akár viseletet a fiatalok számára biztosítani, akár erre az amerikai útra is sor kerülhet. Hát akkor szokás szerint zajlik az élet a kerületben pozitívan? Zajlik bizony, sőt, hát kerékpározás is volt a kerületben, a iBike Budapest programhoz is csatlakoztak 16. kerületi bringások, és akkor a kerületvárosi bringa járőr szervezett nekik egy kis programot, egy frissítő pontot a Jókai utcai CBA előtt volt egy kis frissítő pont, onnan mentek be a városba, ide jöttek a csömöriek is, meg a 17. kerületek is mentek tovább, összejöttek a 10. kerületek és mentek utána be a központi rendezvényre, ez is egy nagyon jó sikerült rendezvény volt. Jó volt látni, hogy mennyien vannak, volt nagyon szép fekvőkerékpár is, úgyhogy nekem is érdemes volt ellátogatni oda. Akkor további nagyon jó szórakozást kívánunk és jó pihenést! Köszönöm szépen!